Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőit, Bősről jelentkezünk, ahol a negyedik liga régió bajnokság nyugati csoportjában az eredmény egyáltalán nem mutatja látottakat, mert a 90 percből legalább 75-ig az e-mailyek fociztak, sőt hát minőségi zicsereket dolgoztak ki, viszont a 8 zicserből csak egyet váltottak gólra, Gál Rudi révén. Legalább azt az egyet, így 3-1-re kikaptak, bár a meccs nem ezt mutatta. Gondolom, hogy ez a legnagyobb hibátok, Rudi. Először is gratulálok legalább ahhoz az egy gólhoz. Köszönöm. De legalább azt mondom, hogy ha a helyzetet ittek felét belövitek a bajnokságban, akkor nem a 6. helyen álltok. Hát biztos, hogy ez egy igazság. Hát mai mérkőzés is hát így alakult, hogy kaptunk ilyen 3 gyenge gólocskát, hát ahogy mondtad, 70 percig uraltuk valójában a mérkőzést, másik fél idő totál. Csak hát igen, ez a hiba, hogy nem bírunk gólt adni. Egy halom helyzet, és mindig ez van, hogy ki vannak hagyva. Gondolom a szünetben az edző próbál biztatni titeket, hogy azért kaptatok fejmosást is, mert tényleg nagyon szépen játszottatok, sőt még azt mondom, hogy még amikor 2-1-nél más csapat már a 16-osban ívelgetne, akkor is ti ösztönösen focisztok, mert itt valójában 11 focista van a pályán. Mit mondott az edző a szünetben, amikor 2-0-ra vesztettetek, és ugye legalább 4-5 zicsert már az első félidőben kihagytak? Hát valójában edző nem is azt mond, nem is kaptunk annyira fejmosást, inkább buzdított minket, hogy folytassuk ezt, ahogy ment, mert tényleg, ahogy mondtad, első félidőben is volt egy 3-4 nagy helyzetünk, ami sajnos megint csak kimaradt, úgyhogy edző nem tolt, hanem minket inkább buzdítani próbál mindig, ami szerintem egy nagyon jó ilyen ösztön edző révén. Úgyhogy másik fél időt ugyanúgy jó kezdtük, csak hát amit mondtam, hogy egyszerűen nem tudom volt adni. De dolgozunk rajta és remélem, hogy megtörjük ezt a kis átkot, ami csújtja a csapatot. Hát én azt gondolom, hogy ez a csapat egyben marad, mert a következő szezonban az e-mail-jel számolni kell. Lehet, hogy le kell igazolni majd egy jó góllövőt. Gál Rudi, gratulálok a teljesítményhez, az eredményhez nem, ahhoz majd a Bőségnek gratulálok. Köszönöm szépen. Köszönöm.